Ez egy tiszta és egészséges város, ahol jó néhány nagynevű sportoló nevelkedett, és azt gondolom, hogy mindenkinek a kicsitől, a kisgyermektől a felnőttig meg kell adni a lehetőséget, hogy megtalálja ebben a városban azt az egészségmegőrző tevékenységet, legyen az éppen sportolás, amivel saját maga és a családja egészséges életmódját elősegítheti. Ezért határozott a város vezetés egy erdei futópálya megépítése mellett, amelynek kivitelezése már javában zajlik. A pálya a Szánkódombot öleli, 727 méter hosszú, 1,2 méter széles lesz, 30 cm vastag három rétegű burkolata lesz, legalul egy 15 cm-nyi zúzalék, kövel felül pedig gumiborítással. A pálya maga még nem minden. A futópálya északnyugati felén és a Szánkódomb mögötti részen megépül két fitness állomás, és ezeknek pedig az az érdekessége, hogy azok a tornaeszközök, amiket itt lehet majd használni, nagyon kevés mechanikus alkatrésszel vannak ellátva, éppen azért, hogy az ember a saját tömege, a saját testsúlya igénybevételével tudjon erősíteni, és ügyeltünk arra is, hogy minden izomcsoportot meg lehessen mozgatni ezeken a tornaeszközökön. Az erdei futópálya megépítése egy több éves álom megvalósulása. A kivitelezést, mint minden beruházást, alapos előkészítő munka előzte meg, egyeztettek a sportegyesületek vezetőivel, illetve megnéztek egy már működő futópályát is, hogy a legjobb formában valósuljon meg a Paksi, amely befejezésének határideje augusztus 15-e.